Ez a pillanat is elérkezett. 2013-ban talán többen is mosolyogtak, hogy megyei csapatok a nagyokhoz hasonló már-már Final Four jellegű eseménnyel zárják a szezont. Idén május 28-án Üllőn viszont már a jubileumi 10. döntők napját, azaz a Final 24-et rendezte meg a Pest megyei kézilabda szövetség. Próbáltunk újabb és újabb látványelemeket becsempészni a bevonultatásban, illetve az eredményhirdetésben. Nehéz már magasabbra tenni a lécet, de azért megpróbáltuk a játékosoknak és a részvevőknek is meglepetésekkel készültünk a játéktéren és a játéktéren kívül, illetve szabadtéren is. A színvonal évről évre csak emelkedett, így nem lehet csodálkozni, hogy ezúttal is mondjuk úgy nagy durranással készültek a szervezők. Az egésznapos rendezvény nyitányaként a női másodosztály döntőjében a Szigetszent Miklós második csapata a Gyömrővel csapott össze. A miklósiak gyakorlatilag végigvezetve 12-7-es félidő után 19-16-ra nyertek és feljutottak az első osztályba. Az első félidő után azt hittük, hogy kicsit könnyebb lesz, de saját magunknak nehezítettük meg a dolgunkat, de végül szerencsésen végződött. Saját teljesítményedtel mennyire vagy elégedett? Hát, fogjuk rá. Hangulat, hogy tetszett, óriási volt, nekem kívülről legalábbis. Kicsit szokatlan volt számomra, de nagyon tetszett. Szerintem az elején túl izgultok ezt az egész döntőt, és valahol ott lefagytunk. A második fél időt végül is hoztuk. Nem tudtátok átlépni a saját árnyékotokat. Kettőre visszajöttetek többször is, de onnan már nem sikerült. Miért? Ez is az izgalom számlájára írható? Szerintem igen. A hölgyek után a férfiaké lett a főszerep, és ahogy az előzetesen várható volt, elképesztő izgalmakat hozott a második vonal fináléja a Cegléd 2 Abony Kőrösi KDS-e találkozó. Ilyen felvételeket látva alig ha kell szavakkal is bizonygatni, hogy mekkora csata folyt a pályán, aminek az lett a vége, hogy a rendes játékidő 23-23-as döntetlennel zárult, vagyis a Final 24-ek történetében először 7 méteres párbaj döntött a győztes kilétéről. Hogyha már jubileumi Final 24-ről beszélünk, akkor legyen egy ilyen mini sport történelem a meccsek során. Ugye ez itt a második, ami most már azért aggódom, hogy hogy lehet ezt a hátelövő két meccsen ezt überelni, mert eddig azért mindig az volt, hogy a férfi első osztályú, az utolsó meccs a top, a number van. Hát most ezt azért remélem nem sértődnek meg a váciak, meg a dunakeszi játékosok, de azért ez nem lesz könnyű, de reméljük, hogy sikerül. Jöhetett tehát a hetes párbaj, és csak hogy fokozzuk az izgalmakat, az első kör, azaz 5-5 lövő után nem született döntés. A hetedik körben dőlt el a hetes párbaj, és vele együtt a feljutás is. Az érdiek Simon Roland extra kapus teljesítményével végül 28-27-re nyertek. Játszottunk, hogy köszönjük a szervezőknek, meg a szurkolóknak, akik eljöttek. Mi volt az, ami a 7 métereseknél döntött? A rengeteg videózás, meg a csapattársaim segítsége egyébként. A Veres Máté, az átlövők, egy csomószor megmondta, hogy merre menjek el, és be is jött. Úgyhogy ezek a vérések félig az övé is. Szomorúak vagyunk, tehát ki nem lenne szomorú ezután, de nagyon jó mérkőzés volt, nagyon jót játszottunk. A hetesek már a végén, azok már szerencse kérdése volt. Jövőre megpróbáljuk ismét. A
A Final 24 szervezői a szokásokhoz híven a mérkőzések között helyi fellépőkkel vagy éppen jó hangulatú játékkal is szórakoztatták a közönséget. Egyéb programok mellett azért természetesen a kézilabdáé volt a főszerep egész nap, a helyzet pedig csak fokozódott azzal, hogy elértünk a női első osztály döntőjéhez, ahol a Moira Budaörs U20-as csapata a tököllel mérte össze tudását. A fél időben, amikor 12-9-re vezetett a Budaörs, nem gondoltuk volna, hogy ez lesz a döntők napjának legsimább mérkőzése. Végül azonban így lett, 28-15-re maradtak alul a tököliek. Nagyon sokat küzdöttünk, és nagyon örülök, hogy ez lett a vége, mert egész éves munkát alapján szerintem ez egy tökéletes vég. Nekem kívülről nagyon simának tűnt ez a döntő, közt a te védéseidnek is köszönhetően. Belülről mennyire volt ez sima? Hát mi is éreztük, hogy nem olyan kemény volt, amire számítottunk, de szerintem most értünk el a csúcspontra, és az egész csapat a legjobb teljesítményt tudta, hogy nyolcban mindenki összeszedte magát így a végére, szóval szerintem ezért volt most egy ilyen fantasztikus teljesítmény. Gyorsak voltak a lányok, a Budaörsök, a játékosok. Jó volt nálunk az utánpótlás, szerencsére volt lány, aki be tudott állni helyettünk is, de ez nem volt elég sajnos. Zárásként pedig jöhetett a nap fénypontja, hiszen a férfi első osztály fináléjában már-már szomszédvári csatát, dunakeszi Vác mérkőzést láthatott az ezúttal is teltházas ülői sportcsarnok közönsége. Már nagyon sokszor voltunk itt, talán 24-en, és a legjobb, nagyon jó itt Lecce megyében ez az esemény. Fél időben ugyan semmi nem dőlt el, 10-10 volt az állás, és bizony az egész meccsen is 3 gól volt a legnagyobb különbség. A rövidebbet ezúttal a Váciak húzták, hiszen egy kevés találatot hozó összecsapáson 22-19-re maradtak alul. Nagyon csalódott vagyok, bár a 22 kapott gól az nem, az nagyon jó, a védekezés az jó volt. Most az ittszerek nem jöttek be, támadó játék. Nem feltétlenül az imádónak eszinek a játék, ha jó volt, a kapus teljesítmény az kiváló volt, de valahogy nem jöttek össze az ittszerek, és ez jött ki a végére. Ami az egyik oldalon érthető csalódottság, a másik félnél annál nagyobb öröm. Nos, nem volt ez másként ezúttal sem, hiszen Enyedi Bence extra teljesítményének is köszönhetően a Pest megyei első osztály bajnoka a férfiaknál a Dunakeszi lett. Nem az én teljesítményemről kell beszélnem, az egész csapat, ez egy csapatmunka volt. Ez egy éve ezért küzdünk, persze, hogy jó védekezés van, akkor jól védek, de ez nem az én érdem, az egész csapaté. De hát azt szokták mondani, hogy védj egy jó kapust, így kezdődik egy kézilabda sport, vagy minden csapatsportnak, ahol van kapus. Nyilván, de nézd rájuk, ez egy csapat, nem egy kapusról kell beszélni, hanem 7 játékosról, meg még ahányan vagyunk. Azt kívánom, hogy minden ember élje át, ez tényleg olyan, mint egy BL hangulat. Megjöttünk, ahogy fogadtak minket, a mezek, az érem, az egész ceremónia tökéletes. Ez volt tehát a 10. jubileumi Final 24, amelynek az ülői sportcsarnok adott otthont. Köszönet a Pest megyei szövetségnek, mindenki, aki ebben részt vett. Szerintem egy óriási hétvége volt, vagy hát egy óriási szombat, és hát minden mérkőzésen telt ház, óriási hangulat, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon örülünk. És hát persze egy kicsit fáj a szívünk, hogy az ülői csapat nincs benn, de én azt gondolom, hogy ez mindennél kárpótolt.
ennyi vidám embert, persze van, aki sír, aki nem nyert, de én azt gondolom, hogy a sport nagyot nyert, és még egyszer nagyon-nagyon-nagyon örülünk annak, hogy ezt meg tudtuk rendezni. Gondolkodtam itt, hogy ugye ez a tizedik, hogy melyik volt a legjobb. És nyilván, mikor az embert ilyen érzelmi hullámok érik, ilyen fantasztikus mérkőzések után, mindig azt mondja, hogy ez. De ha reális akarok lenni, azt mondtam, hogy 10 nagyon-nagyon jó Final 24-et rendeztük, és utólag végig gondolom, nem tudok különbséget tenni. Most természetesen az van bennem, hogy ez egy remekül sikerült rendezvény, négyszeres teltházzal, nagyszerű helyszínnel, nagyszerű ülői szervezőkkel, polgármesterasszonnyal, nagyon jó csapatokkal, fantasztikus volt minden, nyilván érzelmekről nehéz beszélni, és hát a mosolyom fejeztek, hogy ténylegesen mit érzek. Mindig van följebb, ötletek talán határtalanok, a csapat nagyon jó, akivel dolgozunk, úgyhogy biztos, hogy lesznek új dolgok jövőre.